Sziasztok, ez itt a Tarkov egy percben. Ebben a videóban a fájdalomcsillapítókról fogunk beszélni. Pain vagy fájdalomeffektet több dologtól is kaphatunk, például töréstől, aminek hatására a látásunk is zavaros lesz. Az effekt enyhítésére vagy megszüntetésére painkillerek hada áll rendelkezésünkre. Analgén painkiller, 4-szer használható, használatonként 3 másodpercbe kerül, 80 másodpercig tart a hatása, 17 hydration pontot von le. Augmentin, 1-szer használatos, 5 másodpercet vesz igénybe a használata, 150 másodpercig tart a hatása, plusz 5 energyt kapunk és 5 hydration pontot von le. Megszünteti a mérgezés hatását is, illetve 5 percig plusz egy ponttal növeli az immunity skillt. Morfin, 1-szer használatos, 2 másodpercbe telik a használata, 5 percig 6, minusz 10 energyt és 10 hydration pontot von le. Megszünteti a contusion effektet, ha esetleg sisakkal bekapunk valamit. Ibuprofen, 15-szer használható, használatonként 5 másodpercbe telik, 280 másodpercig fejti ki hatását, 15 hydration pontot von le, illetve megszünteti a contusion effektet. Vazelin, 6-szer használható, használatonként 6 másodpercbe telik, 5 percig fejti ki hatását, 5 hydration és energy pontot von le. Golden Star, 10-szer használható, használatonként 7 másodpercbe telik, 400 másodpercig fejti ki hatását, minusz 15 energiapontba kerül, buffolja a hydration, illetve energia visszatöltést. Én azt ajánlom, hogy hordjatok egy vazelint vagy golden start, esetleg ibuprofen a konténeretekben. Ha van rá pénzetek, hordjatok egy morfint a zsebetekben, a 7-es gyors gombra téve. Ha esetleg kultistákra vadásztok, dobjatok be egy augmentint a konténeretekbe. Ha hasznosnak találjátok ezt a videót, iratkozzatok fel, és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra Tarkovban. Sziasztok!